Yeah. One, two. Welcome to the La La Land. It's not all about the money, no. Sziasztok, Kingdom vagyok, és most úgy döntöttem, hogy egyedül fogom ezt a részt fölvenni, ugyanis Roni nem ért rá. Meg a nagy lófaszt. Ha nézd meg, te hogy az anyádba kerülsz ide? Ez úgy volt, kérlek, hogy tudod te. Jó van akkor. Szerintem aludjunk már. Meméne. Ez egy jó ötlet. Ja. Ezt támogatom. És belefeküdtél egyébként a föld alá. Tök poén. Ez nem baj. Szeretek az ágy alatt aludni. nem fájdult meg a hátad? Dehogy is. Akkor jó van. Viszont erre a részre van egy kevéske fa. Fa? Ja. Már izé, kő. Hát szerinted mit csináltam az előző részben? Azon kívül vártad a faszod, nem sokra emlékszem. Kösz. Jó van akkor. Megjegyeztem. Viszont most kéne csinálnom. Szerinted egy vascsákány az jó lesz? Én most megyek kicsit fát vágni. Egyébként és... beszarásba az meg. Gyere már, itt van a chest. Itt van ez a chest. Ahol tetted de... a köveket. Ugye nem csak nyírfa van. De nem csak az van. De akarok menni fát vágni, hogy legyen fa. Aha. És meg kell találni, hogy a házat fogjuk csinálni. Nem jót vettem ki. Egyébként tök poén, hogy akkor jön minden egyes ilyen autós, meg ilyen faszkalap, amikor bazd meg videót veszünk. Kurvára nem kéne, ja. Nem is az, hogy nem kéne bazd meg, hanem az, arról van szó, hogy egyszerűen pont akkor jönnek, amikor anyád. Tehát amikor vennénk a videót. Na jó, vág, ez amúgy nyírfa kell nekünk most, vagy csak sima tölgy? De most te is jössz, hogy jönnek creeper. Anyád, csukd már be az ajtót. Vigyázzál már, bazeg! Creeper! Lakulok! Anyád! Hát, hogy beszart a kis csinyira? Befostam a kis tangámba, bazmeg! Kis tangát van? Azt hiszem, azt hordok. Hát ez szerintem a nézőket kevésbé érdekelte. Ott a Creeper, geci, békésen állott. Hol? Az ajtó előtt valahol? Ha, nem, a ház mellett. Átjál már kezdődök egy fára. Kamikáze akcióba kezdesz? Abba azért még nem, de... Na jó, akkor most a beállításoknál egy kicsit ügyködnünk kéne, mert úgy jó, néz azért... ez a kurva lag, ez már megint. Nehogy kimenj, szerintem most egy darabig ezt a kimenetés dolgot a szanyagol. Na mindegy, áldja Amerikát. A kurvades anyját itt egy kurva pók. Összefostam a gatyámat megint, bazdmeg. Jó van, de te állandóan beszarsz. Sértegetsz, szóval... bazdmeg? Sértegetsz? Nem, én. Ne legyél már hülye gyerek. És most se sértegetlek. Na jó, de mindig, de... A kurva istenit. Korapád. Jó van. Egyébként most már egy kicsit lejjebb kéne állnunk a káromkodásból. Nem. Nem úgy véled. Hát én ezt nem tartom jó ötletnek. Nem mert. Na most miért ne? Mert itt anyázzuk egymást, az most poén. Szerintem igen. Akkor jó van, akkor marad. Hogy mi ez az orbitális bitank nagy kecilag? Hát most figyelj, ugye ez még mindig a tört Minecraft. Igen, és... Hups. Én erről nem tudok semmit. Amúgy hova építsük a házunkat, azt döntsed már el. Na, jó? Mi a fasz? Azt döntsed már elfelé. Aha. Hát nem tudom, valahova ide a környékre kéne egyébként. Be sem, mert ott a creeper. Ott a creeper a házunk mellett. Hallod, ki ne menj, ott vár az ajtó előtt. Hallod, én... A kurva anyád, nem igaz. Fuss már a háztól, te fasz. Mi a fos? Ott van mögötted a ház előtt egy kurva creeper. Ja, az nem baj. El kéne csalni onnan, szét kéne baszni az arcát. Jó van, akkor csináld. Én csináljam? Hát én nagyon nem, én egyet rábaszok, azt már robbanni is akar. Vigyázz, hát, ott jön! Ott jön, te pina! Ott van melletted! Hú! Hoppá! Hol ezt a fám? A segfaszt. Hol a fám? A creeper csak arrébb a fa tette. Kell. Elkezdem csinálni, hol lesz a ház? Hm? Hát nem tudom. De még ne a na, nem a fán, hanem a... Ne a házon gondolkodjál még. De megcsomod az utat. De kezd már el kiégetni a követ, mert már én fönn már elkezdtem égetni egy kis követ. De miért akkor, mikor ilyen kevés kemencénk, bazeg? Hát... Akkor a sötét néget. Magadat kérdezd. Miért pont magamat, te rohadt dög, állat? Hát, mert rád kell fogni ilyenkor. Én elkezdtem nem vádolhatom magamat, hülye vagy? Mert hogy? Mert az tilos. De nálad van az összes kő és nem is égeted? Most akarok csinálni kemencét, ne húzz fel, jó? De fönt van négy. Az tökéletesen megfelel. Mit csak négyet?
De miért vitted föl? Hát mert lent nincs hely, és nem akarom, hogy zsúfolt legyen. Na, hazudjál itt még nekem. Kamuzsod Jó itt van. össze-vissza, mi? Aha. Te kis szar. Ja. Szóval eddig Fölvitt 60, kell közel 64 mellettre. kőtéglánk van, meg még 4. Ez nagyon szexisen néz ki amúgy. Hát most szard már le, jó? Ja, úgy tetted volna, hogy be legyen osztva és ki lehessen látni. Ilyen Hát én... szexuális legyen a kilátás. Nem baj. Sose azt nézd. Csak tedd be az égetnivalót, aztán minden oké. Jó van, kussolsz. Egyébként egész fát az hagyjak? Nem tudom. Á, nem. Jó. Egyébként szerintem nem is nyírfa kéne nekünk. Későn, de rájöttem. Halott kölyök, nem Feri... égetsz semmit? De mi ez a 8? Milyen keveseket teszel be? Hát nálam nincsen már kő. Nálad van az összes kő egyébként. De most jöttem rá, hogy szerintem fenyőfából kéne csinálni egyébként a fa részét. Csak 2x64 van. És kőtéglából kéne a rendes falat, nem? Nekem tök mindegy. De most komoly. Szerinted hogy legyen? Nem tudom, hogy legyen. És alakra neked úgy egybe van a ház, hogy milyen legyen? Hát, Mi? Nagyjából igen. Mert nekem még nincsen teljesen meg a kép, hogy hogy nézzen ki. Hát egyébként nem tudom. Tök szexi, hallod? Hmm. Nem tisztelik a rendet. Parantogatnak hozzá már egyre sűrűbben. Ja. Hát Beszarás. Hogyan? Befosok, esküszöm. Jó van akkor. Hát van tök mag, meg dinnye mag. És én most szerintem meg is ejtem egyébként azt a részt, hogy én most elmegyek azért a tökért, amit találtam ott. Na, mit szólsz Hát hozzá? akkor tőlem menj. Te is gyere. Én most megcsom az utat. Hova? Mit tudom, csak egy utat. Remélem nem tévedek el. Hallod, eléggé eltéveszthetem, hiszen viccből csináltam ilyen magaslatot? Azért Hát... csináltam, hogy eltévedj végül Aha, is. emlék... Jó van, akkor jól emlékeztem, hogy itt van. Tudod, amikor felmásztunk abba a szaros toronyba, akkor talál... akkor néztük a tájat, aztán... Miért lenne szaros a torony? Ne trollkodjál már, légy szíves. Egyszerűen ezek a fros, jó van, fos troll viccek. Ezek beszarás. Ok. Egyébként itt van egy pár csirke. Honnan veszed? Úgyhogy itt vannak? Nem vagyok ebben annyira biztos. Jó van, akkor ezek hologram csirkék, aztán ennyi, jó? Ezt Abban már biztos ki. Vagyok. Ebben látod, egyetértünk. Jó van akkor. Egyébként izé. Most így messzebb mentem tőled, most nincs is akkora lag. Tehát valószínűleg te ellaggoltatod a gépemet. Aha. Sanyát hogy van? Hát, jól. Fit meg minden. De ez most várjatok, hova fog vezetni? Várjatok, várjatok. Írt egy gyerek, hogy önök vagyunk, mint a 9 évesek, mert hogy izé, hogy mi nagyon szarul videózunk meg izé, aztán a gyereknek kb. Olyan, hogy egy rohadt póni a háttere. Várjál, Egy várjál, póni. Várjál. Hogy üzenjek már neki, jó? Na szóval, ide figyelj, várjál. Benyomom az F5-öt is, hogy nézd a szememet is. Csak úgy mellesleg elmondom, hogy egy póni a háttered, egy loser faszkalap vagy, aki szerintem egy no-name nyomorék, és ha még egyszer oda kommentál valami teljesen negatívat a Roninak a videója alá, én esküszöm, hogy fú, én esküszöm, fú, szétverlek. Ha persze kapok egy lakcímet. Ez most vesz fenyítésnek. Ja. És ez akkor most mi is lesz itt? Tulajdonképpen, ami... Szkórek zsarolás. Csak ő kijelentésed le minket, amikor a póni a háttere, kezdjük ott, és a hangja az olyan, mint egy kis 4 éves kis faszopó buzinak. Ja. És most akkor finoman beszéltem. De jó, azért figyelj már, jó, le 9 évesezett engem meg, buzizott meg minden, és akkor kezdjük már ott, hogy ez a gyerek így beszélne egy 9 évessel? De most halál komoly, így beszélne egy gyerekkel? Tehát... Azért jó, hát mondjuk szerintem... ez jogos. Kicsit azért moderálhatná magát. Tehát hogyha most így beszélne egy 9 évessel, én... Ez a szünet volt a Minimaxon, hagyjad már. Ja, aztán itt kitombolta magát. Hát természetesen, hát nem? Ja. Nem tök egyértelmű? Dehogy nem. Hát nem lettek lakótársaink.
Jaj. Szóval. Na hallod, akkor szerintem ezt a házépítés dolgot ezt meg kéne ejteni, nem? Jó, meg kéne. Van hozzá elég építő anyagunk? Kell, hogy legyen. Hú, nincs. Van itt pár 64-es. Van egy pár. Ja. Van még, sül még kő? Aha, még sül. Stone sül. Az jó. Stone már, stone lesz belőle, azt majd abból meg kell csinálni. Ja. 21 van a chestben. Itt is 21. Itt is 21, és akkor itt mennyi van? Itt még sül 28. Itt hol van még egy sütő? Tudja, ja, vagy. Tényleg, te a szimetria miatt nem... Anyád dobja el. Szimetria miatt te nem... Nem csináltad, mi? Ja, hát én nem. Tudod, hogy én arra adok. Nagyon. Húha. És akkor még... Hát bazd meg, beszarok. Ilyen nincs. Mi az? Szóval akkor még egyszer lekraftolom. Aha, jó zsír. És akkor ugye itt még volt három kő. Aha. Nem vette vagy mi? Nem. Ja, de elveszi. Ja. Most egy percre azt nem tudtam, hogy mi van. Hát akkor fajül. Ja. Hú, de beégtünk. Azt hiszem, geci. Orbitális égés. Na, és megvan a helye a háznak? Meg, már is kezdtem az alapokat. Mi az apádat? Az alapokat? Milyen apámat? Hát, szerintem pont nem jó. De miért? Hát, mert ez most a bejárata lesz? Igen. Vagy ez mi ez? Ez itt a bejárata, szőke állat. De én nem ilyet szerettem volna. Akkor majd másik fél csinálsz még egy bejárata, szóval tök oh, mindegy. Shit, már mi a fasz ez már? Hát fasz. De egyáltalán nem ilyenre terveztem, ez most mi lesz? Nem tudom, mondom csak úgy. De ennek semmilyen, semmi díszítése, egy alap fos szar húgy. Érted? Na, akkor lemondom az egészet, jó? Csak hogy boldog legyél. Vagy mi lenne, hogyha a másik oldalra is ugyanezt csinálnánk, és akkor talán jól néz neki. Hm? Ez gondoltam én is. Egyébként én olyasmire gondoltam, hogy középen itt kijön egy ilyen kis rész, tudod, úgy néz neki, mint egy fasz, itt középen kijön egy kis rész, és akkor ott hátul meg lenne egy a hosszúkás rész. Okés. Szar sértettem bele, de tőlem mehet. Jó van. Jó lesz ez egyébként, a bejáratot azt hagyd meg. A hátulját ilyen fél gömbre kéne, nem? Hát akkor nem jó, hogy elkezdtem csinálni? Hát, végül is ki tudom belőle alakítani a fél gömböt. Na hát akkor mi a problémád van? Akkor... Ó, nincs homok. Megyek homokozni. Oké. Okay. Hol van egy tó? Nem hoznál egyébként egy kis fenyőfát? Vagy nyírfából csináljuk? Tök mindegy, abból csinálom, amiből szeretnéd. Akkor nyírfa leszarlak. Előbb láttam havas területet, szóval nem tudom most, az vagy eltűnt, vagy elfogyott, vagy csak szintén nem találom. Vagy a tetőre és megnézed, hogy hol a faszban van. Ez túl sok ide, még emlék odáig. Jó, akkor leszarlak. Rusta geci vagyok. Hát tudom. Akkor most szimmetrikusra. De előtte ki kell vágni a fákat sajnos. Hol van? Víz. Víz! És remélem alatt a stone lesz. Hát mi persze, lenne alatt a stone? Érted, föld van, nem hogy homok lenne, hát mi a fasznak végül is? Hát egyébként én láttam olyan helyet, ahol volt homok. Igen, havat láttam én is. És ott volt mellette a homok. Csirke. Mi a fa? Kutya. Megyek csirkolni, jó? Jó van akkor. Viszont most ezeket a fákat, ezeket itt ki kéne most vágni, mert útba vannak. Ő vágt ki? Úgyhogy környezetvédők ne nézzenek ide. Tényleg egyébként mi lenne a Minecraft-tal? Találtam még egy bányát amúgy. Oh, egy elég bitagnak egy bányát. Akkor a bejáratba az meg, hogy majdnem beleestem. Amúgy ja. Jaj, öcsém, annyi bányát találunk meg minden. Hát az csak jó bazd meg, nehogy már itt legyél izéfőháborodva, hogy bányát találunk. Azért én nem nagyon. Tényleg is mi lenne, hogyha ez csak kerítés lenne? Vagy az szar lenne a kőtéglából? Aha. Szerintem igen. Akkor nem. Akkor ez amúgy már nem idomítunk lenne. Kutyát? Idomítsunk már kutyát, van egy csont. Hát akkor idomítsál magadnak. Hogy kell? Én úgy sem leszek a kutyát soha. Nem az vagy?
anyád. 1, 2, 3, hát de mié? 4, 5, 6. 6 blokkos a szélessége ennek a szarnak. Tudsz kombónak? Nem tudsz kombó. Nem vagyok éhörbi. 1, 2, 3, 4. De olyan poénú hangzik. 6. Mit reklámozzuk Herbit? Dehogy is. De igen, minket is beperel. Ja, mint Colost, mi? Mondjuk engem nem nagyon érdekel ez az ügy. Engem se, úgyis Herbit bírom, a Colos meg egy faszopó cigány, szóval tök mindig. Igazából én nem is láttam egy Colos videót se. De azért láttam az összeset. Viszont megadta a izét. Colos cigány. Mindent. Igen. Látjátok egyet a... ért velünk. Ja. A lelkiismeretünk volt. Igen, ez a lelkiismeretünk volt. És ő is tudja, hogy Colos egy cigány. Gyere már vissza aludni. Hallod, itt vagyok az erdő közepén, és tudom, hol vagyok. Nem gondolod, hogy majd itt izé fogok... Itt vagyok a fél homályban. Létézd a... Ez jó ötlet. De most már lelkiismeret elkussolhatnál. Ja. Hát olyat találtam, geci, hogy a gyerek megkérdezi videóba, hogy mit csináljon videóba. Hoppá! Ennek most mi a fasz értelme volt, hogy izé ide tépésztelek magamhoz. Olyan is van. Olyan is van, hogy izé... Olyan is van, hogy oda kommentel egy gyerek, hogy izé, milyen csicska, meg ilyenek, és erre odaírja a gyerek, hogy kussolj te tejfogú, te 24 szubos emberke, meg hogy izé, nagyon rá van akadva erre a 9-es számra, lehet, hogy ő is 9 éves, azért tehát mondja mindenkinek. Tehát akkor kiegyezhetünk szerintem abban, hogy ez a, hogy is hívják gyerek, ez a, hogy hívják, várjál. Na, ne reklámozz, mert akkor még a végén megnézik a izét, nézzük a csatornát. Na ez a póni geci, ez szerintem ez valami 9 éves. Csillám póni geci. Ja. Na lelkismert, köszönjük, elkussolhatsz. Nagyon szívesen. Na szóval, csá. Hát ja, a lelkiismeretem az meg elkussolt. Szóval. Már ideje volt. Na nincs is lelkiismeretem. Elhullott. Amúgy, mire megcsinálják a házat, az még 3 rész. Emész fel. Hát lehetséges. Van nám 37 izé, az elég. Mert én valami nagyon csicsás szart akarok. Hát én is. Nagyon izéset. Full puccos, kivert szaros, gecis mindenes. Ja. Építek egy striptease bárt a házba. Jaj, de jó. De jó, az egerem. Hát csak nem fiúkkal. Tényleg amúgy de szar, a Minecraftban nincsenek is semmilyen nők. Tényleg, geci. Ez de tré. Szerinted is. Ja. Tök vicces lenne izé is, akkor, és akkor a női skinnek lenne melle. Ilyen kocka melle. Hát az idomokat megcsinálták volna, full izére csináltam volna a karakteremet. Csöcsösre. Ja, és akkor olyan lett volna, mint egy rossz budi. Ez így nagyon jó. Majd ezzel részt újra kell a gépemet, mert az egerem az. Hát jó van. Ez megint viccelődik. Vicces kedvével van? Aha. Hát jó. Én nem tartom ennyire viccesnek. Hát... Ha ketté fogom törni, akkor nem lesz ennyire vicces szerintem. Akkor nem ő fog nevetni. Egyébként lefelé fogjuk bővíteni a házat, vagy fölfelé? Fölfelé szerintem. Fölfelé? Egy ilyet? Mondjuk ezt el tudom képzelni. Hát akkor lesz lefelé, és meg fölfelé is. Hát úristen. Aha. Ja, jó ötlet. Annyira logikátlan vagy néha. Csak én ezt egyelőre az alapot stone brickből fogom. Én is, csak az egerem az megint. Az megint bemondta a Sándort. Ja, ez a Sándor már megint, nézd meg. Csórikám így is kórházban van, aztán most nézd meg. Már ki nem jön be a videóba egyébként, most mindenki szóba jött már. Hát figyelj, ez ilyen megbeszélő videó lesz, hogy ki kicsoda. Már lassan vágják a magánéletünket. Azért oda még nem süllyedek. Már a lelkiismeretünk is beleszólt. Aki majd a gömbben fog szerepelni. Ja, a lelkiismeretem szerepel majd a gömbünkben. Na, vascsákánnyal fát vágni tudsz? Persze. Profi vagyok. Ez ebbe bizonyítottam a vérprofiságomat. Pazarolt csak, viszont van nem elég. Is tudom. Egyébként még nem késő, még a nézők beleszólhatnak, hogy jó lesz-e ez a forma. Mondjuk ez a full kőtégla cucc, ez nekem amúgy már most nem tetszik, hogy full kőtégla. Nem tudom, te hogy vagy vele. De van szarra, jó az ide. Jó az ide falura. De nem, én díszeset szeretnék, tehát... Majd idővel... Akkor majd kiüssük, úristen, hallod, olyankor problémázol, hogy... Majd idővel megcsináljuk, ugye? Hát nem csináljuk meg. Mit csinálsz? Ide üveg jön. Aha. Hát, ahol 4-es lesz emele izére, mert nem akarom, hogy olyan... Várja, van egy olyan ötletem, hogy... Ezeket már meg is csinálom, az ablak párkányt. De jó.
De Így. jó, nézd meg, nézd meg. Az egered? Hát kettő tippelhetsz. Ja. Ja. Már nem is kell tippelnem. Ask for money and get advice. Ask for advice, get money twice. I'm from the dirty, but that Chico nice. Y'all call it a moment.